pillanat, és itt vagyok, csak föl kell vigyek a rendszerbe néhány dolgot. Csináltunk pár frissítést, aztán ezekkel vagyok elmaradva. Na jó, majd befejezem, nem olyan SOS. Miben tudok segíteni? Nyári parfüm. Milyen illatvilágban gondolkozol, vagy összetevők, vagy hasonló? Inkább ez az óceáni, friss. Oh, igen, ez a zuhanyaló kijövős. Igen, ezt szokták keresni, főleg ilyen iszonyú melegekben. Persze. Most hirtelen kettő dolog, ami eszembe jutott. Az egyik az a David Offnak a Cool Water Intense, az Intense kiadása, vagy pedig az Azzaro Chrome-nak az Extreme kiadása. Igen, azért ezekre gondoltam, azért ezekre a parfümökre, mert rájuk nagyon mondják, hogy ilyen egész nap kitart, ilyen alsó hangon 8 óra. Tehát én személy szerint olyan vagyok, hogy szeretem érezni reggel, ahogy befújom magam egészen estig, ahogy mondjuk a munkába hazajövök, vagy elmegyek valahova, vagy bármi. Tehát én szeretem egész nap érezni magamon az illatot, ezért gondoltam erre, és én elsősorban ezeket a fajta ilyen tartós és kifejezetten hosszantartó illatokat szoktam ajánlani. Mutassam valamelyiket. Azzárót megmutatom neked. Itt valamelyik fiókban. Ugye megnézem itt a rendszerben. Ah, megvan. Megvan. Ő lenne az Azzaro Chrome Extreme. Designer parfümként egy ilyen egyszerű kis dobozban található. Hát egy egyszerű kék dobozka. Doboz belsejében pedig itt van ez a kis üvegcse. Így néz ki maga a parfüm. Ez a 100 ml-s kiadás, ha jól tudom, kiszerelés. Igen, 100 mély. Illatra pedig egy ilyen kellemes, markáns, férfias, friss illat. Szóval menj nyugodtan. Nekem nagyon tetszik egyébként. Ennek egyébként az összetevői mandarin, óceáni illatjegyek, ámbra. Nem bonyolították túl. Eléggé egyszerű, de nagyszerű. Figyelj, egy klasszikus nyári illatról van szó, szóval ezekben a 35-40 fokokban nem igazán tudsz magadra fújni ilyen baromi, töményerős illatokat, mert te is meghajtósz, meg a környezeted is. Ő róla van szó. De ő olyan, hogy fújsz, hát nem tudom, 6-8-at, számot, de persze ízlés kérdése, ki, hogy és miként fújkálja magára a parfümet. De befújod magad reggel, és hogyha egész nap elmész, 8-10 óra múlva hazajössz, akkor is érzed még magadon. Nyilván azért gyengül, meg bőrközelibb lesz az illat, nem lesz az, hogy ilyen másfél-két méteres távolságban szórni fogod magadról az illatfelhőt, de őt merem ajánlani, mert egy baromi jó kis illat, mint mondtam, egyszerű, nagyszerű, nyárra, tökéletes. Tudnék még mutatni néhány dolgot, de azért kiemelkedően jó, mert az ára is nagyon jó áron van. Ő most 20 000 forint. Meglepő, ugye, főleg az, hogy a 100 milliós kiszerelésről van szó. Igen, ő egy 20-as. Esélyes. Nem csodálom. Hoppá, erre rosszul raktam vissza. De hogy adok neked? Ha elviszed, akkor adok majd egy pontatlan
Origi fóliás csomagot. Benne a raktárban vannak, őket csak azért, de azért hagyjuk itt, hogy ki lehet próbálni, de teszterek, illetve hogy ha valaki keres valamit, akkor azonnal meg tudjuk mutogatni. Na hát ő a nyári, ugye mondtad, ő nyárit szeretné, őt teljes mértékben tudom neked ajánlani. Valami egyéb óhaj-sóhaj, hidegebb időre, és mire gondoltál ilyen Armani Intensely, vagy egy Jean-Paul Gaultier, vagy nem tudom mit mondjak neked, ilyen Dior, Fahrenheit, vagy valami különlegesebbet. Hát nézd, árkategóriába mire gondoltál? Oké. Hát ha minden igaz is még van belőle, hát csak belépek megint ebbe a rendszerbe, jó, akkor is itt az első fióban kell lennie, érdekes, hogy eddig nem jött velem szembe, de van itt egy igazi különlegesség. Na figyelj, az Oud for Glory, Latafa Oud for Glory, ez egy gyönyörű szép dobozban van benne, hiszen ő egy niche parfüm, tehát ő nem designer illat, ő egy niche parfüm, és az Oud for Greatness-nek a klónja, tehát ez egy klón, tehát félreértés ne essék, nem hamisítvány, és nem utánzat, hanem a parfüm DNS-e, ugye le van máshova, le van klónozva, de ilyen például a Creed Aventus, ami nagyságrendileg ilyen 100-110 ezer forint környékén található a boltokban, ahol lehet kapni, és a Mont Blanc Explorer, ami gyakorlatilag ugyanaz az illat, az pedig egy ilyen 10-20 ezer parfüm is, és nekem nem mondja senki, hogy a Mont Blanc az egy ilyen béka feneke alatt lévő brand lenne, mert nem az, szóval ő is egy klón, de meg is mutatom neked, ez a doboz így nyílik ki. És itt van benne a kis 100 millis kiszerelés, mindjárt megmutatom közelebbről, megér egy misét. De várjál az árát, még nem mondtam, mert hanyat dobott magad. Csak olyan jó, be van ékelve, biztosra mentek, véletlen se essen ki. EDP, vagyis Eau de Parfum, ennek a 100 millis parfümnek az ára 16 ezer forint. Nem viccelek. És egy niche parfümről beszélünk. És ha megszagolod, akkor érezni fogod rajta, ugye? Vagy nem egy szokványos illat, miért pedig azért, mert hát a nevében is benne van, hogy Oud. Tehát ez a parfüm Oudot tartalmaz. Az összetevői között található még a sáfrány, levendula, azt hiszem, hogy a pézsma talán, de nem vagyok benne biztos. Hát ez egy Oud alapú parfüm, és egy arab parfüm, ugye az arab illatvilág merőben eltér a mi európai orrunktól, de figyelj, ez egy abszolút egyedi, valószínű, hogy nem fog szembe jönni az utcán. Igen, ebből van még az Amethyst kiadás is, ő most sajnos nincs meg nekünk. Belőle is az utolsó üveg, és azért csak egy van belőle, szóval vissza szoktak érte jönni, szeretik, viszik. Szóval ez a parfüm, ez egy hosszantartó, különleges illat, de inkább a hidegebb időkre, ilyen ősz és tél. És 16 ezer forint. Na, félre tegyem neked. Még gondolkozom, oké. Egyéb ilyen, hát nézd.
kicsit szórakozom itt a dolgokkal, nem akarja az igazságot, de muszáj lesz neki. Sikerült, a helyén van. Az a helyzet, hogy az is inkább ilyen téli-őszi legyen. Akkor, amit ajánlanék neked, na ez vagy utálni fogod, vagy nagyon szeretni. Itt ennél a parfümnél szerintem nincsen köztes állapot. Már is mutatom. Nem a Fahrenheit, de az a fajta ilyen kemény, macsósabb. Igen, van második fiók. Megvan. Ezt a parfümöt vagy utálni fogod, vagy nagyon szeretni. Ez pedig nem más, mint a Gucci Guilty Absolute. Barom jó. Az összetevői között található a bőr, pacsuli, vagy éppenséggel a vetiver. Na most ez a parfüm, tehát megszagolod, és nem fogod tudni eldönteni, hogy egy festékboltban vagy egy lovakkal teli istállóban. Na, nagyot néztél. És ezt fújják magukra emberek, ilyen hülyék. Igen. Mondjuk ez csak a nyitánya, utána sokkal jobban kijön belőle ez a bőrös illatvilág. Tehát ősszel, télen egy bőrcsekivel ez bétang jó. Én nekem nagy kedvencem, amikor megszagoltam legelőször, furcsa volt, de maradjunk annyi, hogy én szeretem a különleges illatokat. Ez itt tiszta, tehát nem az ilyen, nem feltétlen az ilyen Dior Sauvage, meg régen volt még a fehér dízel, meg voltak ilyen Playboy, mindenki ezeket fújkálta magára, meg ami nagy kedvem, meg mai napig szeretem egyébként a Paco Rabanne One Million, tehát Blöde Chanel, mindenki ezeket fújkálja, ezek biztonsági játékok, ezek olyan dolgok, hogy nem tudsz vele mellélülni, elmehetsz egy esküvőre, egy házi buliba, kimehetsz a tengerpartra, elmehetsz a plázába, egy moziba, a haverokkal romkocsmázni a városba, tök mindegy, mit csinálsz, nem tudsz vele mellélülni, randira, a barátnőtek, feleséged, bármi, nem tudsz mellélülni vele. Ez viszont egy olyan vagány dolog, ami ebben az üvegcsében van benne, ez egy olyan illat, amit tudni kell viselni. Tehát ez az illathoz kell egy karakter. Ez nem olyan, hogy bemegyek, jó, legyen ez, befújom magamra, és olyan idegennek érzed, te is a környezetedben lévők. Nem működik. Tehát ez a parfümhöz kell, hogy legyen egy olyan karaktered, amivel egybeforr ez a parfüm, ez az illat, és ez egy jelenség. Megvadulsz, megőrülsz. Mondjuk nem úsztad el a fejed egyből, akkor nem lehet olyan rossz. Egyébként parfümboltos eladók se nagyon mindig szeretik. Sok helyen nem is lehet kapni, de nem értem miért, mert bomba jó. Megszagoltam, nem rossz. Megint mentem, nem itt nálunk, még egy másik helyen mentem, megint levettem, megszagoltam, fújtam magamra, és itthon, ahogy itt tettem, vettem, mindig megcsapott, mindig visszajött, és fú, de jó, azt a mindenit, de jó. Tehát annyira nem ez a hétköznapi biztonsági játék, hogy igen, egy kicsit édeskés, egy kicsit tengeri, egy kicsit mit tudom én, hanem ez arcon csap, de nem úgy, tehát nem az a tolakodó, folytó maró, hanem egy olyan különleges illat, hogy megragad benned, és vagy nagyon szereted, vagy utálod. Én nagyon szeretem. Én most 25 ezer forint, és ez az 50 millis kiszerelés. Na, melyik nyert el a tetszésed? Zázáró. Igen, nagyon jó választás nyárra, szóval nem tudnék olyat mondani sem árban, sem
méret kiszerelésben, sem pedig illat terén olyan parfümöt, amire azt tudom mondani, hogy őszintén, hogy figyelj, inkább azt vidd, ne az Azzarokról Mixtreme-et, mert nem tudok. Ahogy elmondtam, az ára, az illat, a kiszerelés, minden, tehát baromi jó ebbe a meleg időbe. Ez baromi jó. Úgyhogy nem is csodálkozom, biztonsági játék, mert ez is egy olyan, hogy gyakorlatilag mindenkinek tetszeni fog, mert egy kellemes, friss, jó illat. Mellélülni nem fogsz vele. Akkor ő legyen. Oké. Akkor hozok neked egyet a raktárból, egy Origi csomagot. És akkor ütetem a gépbe, ugye? Oké. Kártyázni tudsz. A terminál. Oké. Érinteted is. Szuper, köszi szépen. Na akkor én pedig most hátra megyek, hozok neked egyet, meg valami kis ajándékot is. Először vásároltál nálunk. Neten sem még. Jó. Akkor nézek valamit.